Budán vagyunk, a Hadikban. A legendás irodalmi kávéházban, amely a 20-as években írók, szerkesztők, értelmiségiek törzshelye volt a Bartók Béla úton. Ide járt Karinthy Frigyes és Kosztolányi Dezső feleségeikkel, de gyakran megfordult itt Móricz Zsigmond és Déri Tibor is. A háború és a 20. század történelmi viharai ugyan időlegesen elmosták a nagyszerű kávézót, de néhány éve a Hadik eredeti pompájában élet újjá. A régi módi polgári kávéházban ma Kondz Zsuzsával beszélgetek. Kondz Zsuzsa. Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas magyar előadó művész, énekesnő. A magyar beat, pop és rock meghatározó egyénisége. Elsősorban verslemezeiről, politikai tartalmú dalairól és választékos előadásmódjáról ismert. Pályafutása a Magyar Televízió által meghirdetett első Kimit Tud című vetélkedőn indult, ahol gimnáziumi osztálytársnőjével második helyezést értek el. A televíziós szereplést követően sorra kereste fel az 1960-as évek három korszakalkotó, de még amatőrként játszó zenekara, az Omega, az Illés és a Metro együttes. Kezdeti pályafutásának meghatározó pillanata az 1967-ben készült Ezek a fiatalok című film főszerepe. Az Illés zenekarral közösen megjelent öt album közül az 1973-ban készült Jelbeszéd című lemezt egyértelmű politikai indokok hatására betiltották. Ami nem volt meglepő, mivel már korábban is élesen cenzúrázták dalait. Kondz Zsuzsának 93 magyarországi és 21 külföldi önálló lemeze jelent meg. Dalait a legkiválóbb magyar zeneszerzők szerzik, a szövegeket főképp Bródy János írja. Dalaiban megjelenő hite, életfelfogása, a világról alkotott képe, a számokból sugárzó szenvedély és erő generációkat köt le és vonz magával, mivel évről évre teltházas koncerteket adott a Budapest sportcsarnokban, majd pedig az arénában. Pályafutásának talán egyik legmeghatározóbb kitüntetését, a francia becsületrendet 2001-ben vette át. Pár év elteltével 2008-ban pedig átvehette hazája által a kultúra és a művészet területén nyújtott munkásságáért adható legmagasabb rangú elismerést, a Kossuth díjat. Még ebben az évben a Magyarországon adható legmagasabb pénzjutalommal és hatalmas szakmai elismeréssel járó Prima Primissima díjat is neki ítélték. Pályafutásod során gondolom, hogy számtalan interjút adtál tévének, rádiónak, újságoknak. Van-e, amit még nem kérdeztek meg eddig, és jó lett volna elmondani? Figyelj ide, az az igazság, hogy egyfelől nagyon szeretek interjút csinálni, mert nagyon érdekel a másik ember, aki velem szemben ül. Tehát az, hogy miket fog kérdezni, mi az, ami érdekli. Másrészt meg nem szeretek interjút csinálni. Magyarul minden kérdés, ami kimaradt, az nekem nyereség. Úgyhogy ezen soha nem gondolkoztam, még ne kért önöntese ezt. Ebben az évben, ha jól számoltam, akkor a 10. aréna koncert volt az életedben, amit ugye nem sokan mondhatnak el a magyar zenei életben, mert eleve megtölteni az arénát, az már ezekben az években elég nagy feladat. Vissza tudsz emlékezni, hogy amikor ott álltál a kezdés előtt, hogy már csak egy perc van, hogy olyankor mi fordult meg a fejedben? Hát ez egy nagyon érdekes dolog, ugye egyfelől az, hogy na és ez most minek nekem? Átkozom a világot, hogy miért csinálok ilyesmit? Tehát ez azért szörnyű nehéz, ez meg rizikós, tehát tele van az ember feszültséggel, meg közben azért várakozással is, meg nem tudom én, de
egyet leszögezhetek, és szerintem bárkitől megkérdezed, mindenki ezt fogja igazolni. Hát nem egy mennyei állapot. Amikor az ember kiment a színpadra, és mondjuk a második soránál tart a dalának, akkor ugye elkezdenek lenyugodni ezek a hullámok, amiket az ember lelke vet egy koncert előtt. És aztán már minden szép, és aztán már minden jó, de az elképesztően rossz pillanat, mielőtt az ember fölmegy a színpadra, és végül egyébként a felkészülés is ilyen feszültségekkel teli. Tehát kezdve attól, hogy hát nehogy rám tüsszenjen ám valaki, hogy megfázzak és berekedjek. Kettő, nehogy ám megfújjon a szél, hogy szintén megfázzak és berekedjek. A tégna se essen a fejemre, mert mégis hogy néz az ki, hogy csurig van a sportcsarnok, és egyébként most tényleg olyan teltházunk volt, amilyen talán még soha, tehát egy egészen egyszerűen fantasztikus mennyiségű. Egy tűt nem lehetett leejteni a stadionba. Egy ilyen nagyon, nagyon boldogságos pillanat, amikor az ember háta mögött van, akkor fantasztikus, egy rövid ideig. És amikor másnap vagy harmadnap felébredsz ebből az eufóriából, akkor olyan, na jó, és akkor most hogyan tovább? Tudod, tehát ilyen, egy ilyen feneketlen üresség tátong előtted, és akkor most abba kell fejest ugranod. Szóval nagyon érdekes világ ez. Én egy pillanatig sem bánom, hogy végül is itt ragadtam, és nem jogász lettem. Én jogi egyetemre jártam akkor, amikor végül is Bródy János szövegei itt ragasztottak ezen a pályán. Mert hát egy hallatlanul izgalmas élet, egy hallatlanul izgalmas világ. Nagyon sok ismerkedés emberekkel, új világokkal, más világokkal, más társadalmakkal, más nemzetiségekkel, temperament. Szóval jó, klassz, nagyon klassz, nagyon szeretem. Átgondoltad már bármikor is, hogy mi volt a titkod, hogy miért sikerült egy állandó szinte sikerszériát hoznod az évek során, és ami tart a mai napig, hiszen megtelik az aréna. Hát ez egy érdekes kérdés, ilyesmin az ember nem szokott gondolkozni, mert nem is nagyon tudja eldönteni. Én azt tudom, hogy én ezt nagyon mélyről jövően, őszintén és szívből csinálom, mindig is így csináltam. Volnék, nem csak egyszer nyílnék, minden évben négyszer virágba borulnék, nyílnék a fiúnak, nyílnék én a lánynak, az igaz szerelemnek és az elmúlásnak. Kapu volnék, mindig nyitva állnék, akárhonnan jönne, bárkit beengednék. Nem kérdezném tőle, hát téged kiküldött, akkor lennék boldog, ha mindenki eljött. Ha én ablak volnék, akkora nagy lennék, hogy az egész világ láthatóvá váljék. Megértő szemekkel átnéznének rajtam, akkor lennék boldog, ha minden megmutatta. Ha én utca volnék, mindig tiszt
tudta lenni. Minden áldott este fényben megfürödni, és ha engem egyszer lánckerék toposna, alattam a föld is sírva beomolna. Ha én zászló volnék, sohasem lobognék mindenféle szélnél, haragosabb volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle szélnél. Én egy ilyen komoly igazságérzettel született kicsi gyermek voltam, ezért is gondoltam azt, hogy a jogi pálya az nekem nagyon jó. Jó tanuló voltam, könnyen tanultam, ezzel nem volt probléma. És hogy ez nekem egy ilyen megfelelő pálya lesz, mert majd szolgálhatom az igazságot, az emberek boldogulását egymással és a világgal és a stb. Hát aztán mondjuk az egyetemi tanulmányok során viszonylag hamar kiderült, és hát még a régi rendszerről beszélek értelemszerűen, hogy ez azért egyfajta szolgálat, és hogy egy joggal foglalkozó ember az tulajdonképpen szolgálja az igazság szolgáltatásnak, már a nevében is benne van, hogy szolgáltatás, ez nekem nem tetszett olyan nagyon, tehát én ezt másképp képzeltem el. Én úgy képzeltem el, hogy ez a megbántottaknak, az igazságtalanul kezelteknek majd igazságot szolgáltat. De hát nem mindig az az igaz, és most sem mindig. Tehát ez a régi rendszerben is így volt, és ez ma is így van. Tehát a jog egy olyan koordináta rendszer, amit végül is a társadalmi berendezkedés szab meg, és hát szükség van arra, hogy sok ember együtt tudjon élni. És tudja azt, hogy mi az, amit lehet, amit még megengedhet magának, és mi az, amit már nem. Ebben benne van egy csomó olyan nagyon igazságtalan, társadalmilag igazságtalan dolog, ami a régi rendszerben is előfordult, meg manapság is előfordul. És én ezt nem bírtam. Kiderült, hogy nem, ennél a Brody szövegek nekem sokkal jobbak. Úgyhogy így aztán ezen a pályán ragadtam, és végül is nagyon hálás vagyok a sorsomnak ezért. Valószínűleg, hogy jogászként azért nem lenne ennyire izgalmas és kalandokkal teli az életem, mint most. Miért kell ennyi jel?
nem ír, csak az ki jól megfigyel. Így aztán hallgatok, és ezzel többet mondok el. Jelbeszéd az életünk, de túl sok ember van itt többre nem, csak ilyen szavakra gondol. Jelbeszéd az életünk, de túl sok ember van itt többre nem, csak ilyen szavakra gondol. A dalaid azok amellett, hogy ikonikusak és egy generációnak, de mondhatom azt, hogy több generációnak is nagyon sokat jelentettek szövegek, zenék együtt. Mégis volt egy nagyon fontos eszenciája, amit szerintem Kulka János fogalmazott meg nagyon jól rólad. Dalai szabadon szólnak a lényegről. Igen, a Jani egy nagyon okos fiú, nagyon művelt fiú, nagyon szeretem, tisztelem, becsülöm. Egy komoly intellektus, azon túlmenően, hogy nagyon-nagyon jó színész. És igaza van. Tehát ezek a dalok, vagy legalábbis a daloknak a nagy része, még akkor is, hogyha az élet apróságairól látszik szólni, mindegyikben van valami olyan igazi eszencia, ami valahogy mindig a lényegre irányul. Ezért is nagyon szeretem a Brody szövegeit, mert olyan hangokat szólaltatnak meg bennem is belül, amelyek nem biztos, hogy feltétlenül felszínre kerülnének, anélkül, hogy én ezekkel a dalokkal találkoznék. És a verseket is pontosan ugyanígy választom, tehát a klasszikus magyar verseket, akár egy József Attilát, de Kányádi Sándort is ad abszurdum, hogy mi az, ami azt a lényeget megérinti, amit én is annak érzek. Mert... Tehát ilyen lélekpendülés az igen, adott szöveggel? Igen, igen, igen. Azért nem mondom, hogy gondolom, mert miközben gondolom is, tehát nagyon sok mindent gondolok, de alapvetően ösztönösen, és ha úgy tetszik, a lelkemben szólal meg ez a dolog. Ha már a dalokról van szó, akkor a közönséged, aki megtelíti az arénát adott esetben, vagy a koncerttermeket, mennyire ragaszkodik a régi repertoárhoz, a régi dalokhoz, azokhoz az igazi konzsuzsás dalokhoz, vagy hagyják, hogy azért az új dalok bebecsúszanak? Ez egy érdekes kérdés, és azért sok irányú, mert a közönségnek mindig vannak olyan fontos, emblematikus dalok az embertől, amelyeket én úgy érzem, hogy el kell énekelnem, és nagyon szívesen is teszem. Tehát ahogy nekem, mit tudom én, Aznavourhoz hozzátartozik a, mit tudom én, a La Bohème, ugyanúgy természetesnek veszem azt, hogy ha én kimegyek a színpadra, akkor a közönség előbb-utóbb meg szeretné hallgatni a Ha én rózsa volnék ott, vagy a Valahol egy lányt, vagy nem tudom én. És közben a ravaszfogós ebben a dologban az, hogy számomra sem kopnak ezek a dalok. Tehát az ember azt gondolná, hogy ha te elénekelsz egy dalt százszor vagy ezerszer, akkor az úgy kiürül, kikopik, kiábrándulsz be, nem tudom. Nem, valamitől ezek mindig újra és újra izgalmasak, valószínűleg mindig újra és újra ott, abban a pillanatban teremtődnek, tehát kvázi újra teremtődnek azzal a közönséggel, amelyik megismételhetetlenül aznap van ott, és azzal az önmagammal, amely megismételhetetlenül arra az egy napra vonatkozik, vagy arra az egy estére vonatkozik. Tehát ezek ilyen nagyon érdekes dolgok, és számtalanszor megkérdezték már tőlem azt, hogy hát és nem unom már, hát x évtizede éneklem ezt, vagy azt, vagy azt. És mondom, hogy nem, hát nem lehet megunni.
Hát nem lehet megmondni, ha valahol egy lány százezredszer is arról szól, hogy nem vagyok megvehető. És hát ez a mai napig így van, tudod? Valószínűleg, hogyha közben lett volna ilyen csábítás, vagy, vagy valamiért, olyasmiért, amiben nem hittem, eladtam volna magam, akkor lehet, hogy hamisan csengem már a számban, és akkor nem is énekelném. De nem, mert hát én ilyen eléggé stabilan, stabilan nem változom. Tehát valamikor a kezdetek kezdetén ilyen kora felnőtt koromban kialakultak a véleményeim, a nézeteim a világról, az emberi természetről, az emberi kapcsolatokról, és azok nem sokat változtak. Tehát, sosem énekeltél olyan dalt, amihez egy kicsit azért nem volt kedved? Nem. Illetve, hát így a pályám leges legelején, tehát ugye volt először a Ki mit tud, ami a gyerekkor, de tökéletes gyerekkor, végig vihogtuk az egész Ki mit tudott, de egy ország megismert bennünket közben volt. Akkor volt egy ilyen 4 év szünet nagyjából, miközben én énekeltem itt az akkor kezdődő beat mozgalom nagyzenekaraival, az Illéssel, az Omegával, a Metróval is. De ezek ilyen egymás között maradtak, mert diákklubokban játszottunk, tehát média akkor még nem volt médiafigyelem. És akkor utána megszületett egy ilyen elég erőszakos televíziós meghívás, a Rohan az idő című felvétel, amelyik Szörényi Levente dala volt, egy nagyon banális, felszínes és felületes szöveggel. Nagyon sokáig nem is énekeltem egyébként, mert annyira nem tudtam átélni azt a fajta világot, amit a... Viszont a zene meg annyira csábító volt, mert annyira új volt, egy abszolút új hangzás azzal, hogy elektromos gitárok, amik ugye a magyar popzenében akkor jelentek meg, tehát addig az egyszerűen nem létezett. Utána elkezdtek hívni a Magyar Rádióból, ahol akkor még az volt a szokás, hogy különböző már betagozódott és elismert szerzőknek a műveit szétküldték különböző előadóknak, és aztán azokat felvették. És akkor egy-két ilyen küldött kottát a rádiótól elfogadtam, és elénekeltem, és borzasztó volt. És akkor azt mondtam, hogy hülye vagyok én? Hát egyetemre járok, úgyis jogász leszek, mit erőlködök? Én ezt nem szeretem, én ezt nem csinálom. És attól kezdve ezeket a felajánlott dalokat visszautasítottam, ami hát abszolút nem volt szokás Magyarországon, mert hát mindenki megtisztelve érezte magát, hogyha ilyesmit kapom. Csokolom, én jogász leszek, úgyis én ezt, nekem ez nem tetszik, ez semmit nem jelent. De akkor, amikor leforgattuk az Ezek a fiatalok című filmet, és ott elénekeltem azt az egy pár Illészenekar által szerzett Szörényi Bródi, Illés Bródi dalt, akkor azt mondtam, hogy na ez az, ezért érdemes. Az idő, elmúlik az ősz, évek múlnak el.
minden tovább, jut minden tovább, jut minden tovább. Valaki ráver, valaki ráver, hogy szeressem, hogy szeressem. Miért ne tenném, miért ne tenném, ha jó nekem, ha jó nekem. Anyuka mondta, apuka mondta, hogy vigyázzak, hogy vigyázzak. Mert a nagy érzés megárthat, megárthat. Valaki kell, hogy szeressen, amikor kell, amikor kell, megöleljen, tiltották nekem, de hiába. Valahol egy lány hófehérben jár, ő a legszebb messze földön. Hívja őt egy nap az öreg király, feleségül megkívánja, de így szól a lány. Ha király én nem leszek, nem leszek, akkor inkább elmegyek, elmegyek, soha vissza király, én nem leszek, akkor inkább elmegyek, elmegyek, soha vissza nem jövök, nem jövök már. Valahol egy lány feketében jár, arca sápadt, nem beszélhet. Az öreg király, hova mennél, szép leányom, gyere hozzá. Sehova se jár, szép titokban eltemették. Hívja őt egy nap az öreg király, szörnyű mérges, hogyha nem jön, mit tehet már? Soha vissza nem jövök, nem jövök már.
rengeteg dalt írtak neked, de írtak rólad is, mert ugye Cseh Tamás írt egy dalt rólad. Édes Tamás. Van-e olyan szerző Magyarországon, mondjuk most 2014-ben, akitől szívesen énekelnél? Érdekes, ilyen dalvágyra soha nem voltak, tehát úgy mindig szövetkeztünk, amikor műlemezt készítünk, a Tündérország ez így született, ez a 38. lemezem. Hogy összeültünk, és úgy filóztunk, hogy mit kéne, mit lehetne. És akkor többnyire, vagy ezekből a beszélgetésekből, vagy ezek a beszélgetések elindítanak a szerzőkben valamit, és akkor elkezdenek jönni a dalok, és aztán azokból áll össze végül is a lemez. Mondjuk a Tündérország speciál az ebből a szempontból egy kivétel volt, mert abból az indítatásból kezdtünk el dolgozni, hogy Nálam maradt cipőnek, Bódi Lászlónak két dala, amit nem vettük fel még addig, amíg ő köztünk volt, de én úgy gondoltam, hogy ezt a nyilvánosságnak szánta, ezt meg kell csinálni, ezt a két dalt. Az egyik egy vers, egy Tóth Krisztina vers, ők nagyon jó barátok voltak cipővel. Ez egy ilyen nagyon, nagyon sokrétű együttműködés volt cipővel, és én nekem egy óriási veszteség tulajdonképpen, de hát mindnyájunk számára. Nagy veszteség, hogy ő már nincs köztünk. Én nem tudom másképp, csak ennyit tudok, és hiába kérnéd, mást nem adhatok. Jöhet egy másik, ki többet ígér, és szebben dalol majd, mint ő meg én. Ígért, hogy más lesz az életünk, ígért, hogy szebbet nem is képzelhetünk. A cél, a győzelem, az mindent szentesít. Ha győzni akarsz, csak az ígéret segít. Én nem tudom másképp, csak ennyit tudok. A csodák helyett csak egy mosolyt adhatok. Megért, hogy higgyek, amit nem hiszek. Nem tudok járni a víz vele. Ígért, hogy más lesz az életünk. Ígért, hogy szebben képzelhetünk. A föld forog velünk, a nap körül tovább. Itt élünk kedvesen, ez itt a mennyország. Csodálatos világ, semmit se hall, semmit se lát. Csodálatos világ, elárulja mindig önmagát. Hogy mi lesz a vége, nem tudhatom. Sötétben élek, a fényről álmodom. Honnan jöttem, hová megyek? Ha tudnám a választ, elmondanám neked. Nem tudom, hogy miért vagyok itt, nem tudom. Csodálatos világ, semmit se hall, semmit se lát. Csodálatos világ,
elárulja mindig önmagát. Csodálatos világ, semmit se hall, semmit se lát. Csodálatos világ, elárulja mindig önmagát. Csodálatos világ, én nem tudom más, semmit se hall, csak ennyit tudok. Csodálatos világ, a csodák helyett csak egy mosolygathatok. Csodálatos világ, én nem tudom más ki. Semmit se hall, csak ennyit tudok. Csodálatos világ, a csodák helyett csak egy mosolygathatok. Csodálatos világ, semmit se hall, semmit se áll. Csodálatos világ, elárulja mindig önmagát. Csodálatos világ. Nagyon sokan összekapcsolják a neved a Brody szövegek egyetlen hiteles tolmácsolójával. Mit jelent neked, mert nem csak szerzőtárs, van itt barátság is közöttetek? Hát nem is barátságnak mondanám, ezt valami nagyon fura dolog, hiszen mi együtt nőttünk fel, tehát ilyen válvetve harcoltuk végig az életünket, hogy ilyen komoly társadalmilag meglévő kifejezéseket használják. Tehát tulajdonképpen a mi barátságunk, a mi ismerettségünk, a mi munkánk, az egy ilyen célra összeverődött társaság vagyunk, de a célon túlmenően attól, hogy egy kicsit együtt nőttünk fel, attól nagyon sok tekintetben egyformák vagyunk. Tehát nagyon kevés az eltérő sín ezen a pályán. Tehát nem mondom azt, hogy mindig mindenben ugyanaz a véleményünk, és vannak dolgok, amiken komolyan elgondolkozunk, vitatkozunk, beszélgetünk, ő másképp látja, én másképp láttam, nem tudom én. De egyébként a fővonalakban, tehát ami a lényeget érinti, abban szinte olyan, mint a testvérem lenne. És a vele való közös munkát, ugye most már évtizedekre nyúlnak vissza, nem eredményeztek semmi olyan fajta eltávolodást, hogy már esetleg unod azt, amit ő ír, ő már szeretne másfelé nyitni, tehát ez mindig visszatér, hogy ő marad a szövegek írója? Hát azt nem tudom, hogy speciál ő mit gondol, de nekem valamitől az a fajta vonalvezetés, gondolkozásmód, a világról való vélegetés és ennek a megfogalmazása volt igazán fontos ebben az egész műfajban, aminek a lényegét nála találtam meg. Tehát én kifejezetten untam ezeket a banális, felszínes szerelemről szóló dalokat. Nem mondom, az volt egy-két nagyon szép, kvázi szerelmes dalnak is tekinthető dal az én pályámon is, de az kifejezetten untatott. Engem inkább az érdekelt, és az fogott meg ebben az egész műfajban, hogy kifejezhetek vele olyan gondolatokat, olyan érzelmeket, érzéseket, véleményeket, amelyek engem kifejezetten, mint magánembert is foglalkoztatnak. És azt hiszem, hogy ezt nagyon kevés egyéb dologgal tehetném meg az életben, mint a Brody szövegeivel, aki eszenciálisan meghozza. Most teljesen mindegy, hogy a miért hagytuk, hogy így regyenről, vagy a mama kérlekről beszélgetünk. Tehát a dologgal kapcsolatos érzelmeim, véleményem, nagyon határozott véleményem, talán még határozottabb véleményem, mint az ő véleménye. Tudod, ezeken a dalokon keresztül tudom kifejezni. És miután én magam nem vagyok ebből a szempontból kreatív alkatnak tekinthető, inkább csak az alakításban, tehát a dalok magamhoz való alakításában vagyok kreatív, ezért aztán az egy borzasztó nagy adomány, hogy mi összetalálkoztunk. Az, hogy ő olyan, amilyen, és hogy ehhez az én karakterem milyen
jó pofán illeszkedik, egy kicsit kiegészítve egymást. Az, hogy mi ilyen, tulajdonképpen ilyen módon kiegészítjük egymást, az egy Isten adománya. Tehát nem nagyon találkoztam, kaptam már jó szövegeket máshol is, mástól is. Találtam olyan verseket, amelyek óriási élmények nekem, akkor is, ha eléneklem őket, akkor is, ha nem éneklem el őket, hanem csak olvasom. De az a fajta izgalma a dolognak, hogy ugyanabban a világban, ugyanabban a korban, szinte egyformán, egyforma körülmények között élünk, az hallatlanul izgalmassá teszi azt, hogy és mégis találkozni tudtunk. Milyen fura. Ez általában nem szokott így lenni. Tehát ugye az általános vélekedés az, hogy ahány ember, annyi vélemény, ahány ember, annyi karakter, ez így is van. De az, hogy összetalálkozom két ember egy ilyen egy műfajon belül, ugyanazon a területen, és ennyire csereszabatos legyen egymással, azért az egyik csáfordul. Sosem hitted, amikor mondták, hogy vannak még gonosz mesék. Most már tudom, hogy te is látod, ez egy elátkozott vidék. Sámánok járják itt az erdőt, iszik a mágikus varázs. Ráolvasók, vámpírok ellen, és minden szó lidérc nyomás. Ez a tündér ország, elvarázsolt táj, mesebeli népe, új csodás. Táltos törpét, megint új állarcot visel, miközben szól az álszent kórus, a métej magvát hinti el. Ez a tündér téged egy
nagyon ikonikus személyiségé tettek, és gondolom, hogy az évek során sokszor kérték dolgokhoz, hogy add a neved. Legyen ez egy kezdeményezés, egy eszme, bármi. Mi az, amihez most ezekben az időkben adod a neved? Mi az, amit elvállalsz akár koncertezéshez, bármi? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert tulajdonképpen nagyon, a világból nagyon sok minden érdekel. De hát természetesen egy-egy ilyen típusú felkérésnél az ember elgondolkozik azon, hogy a dolog, amire felkérnek, az mennyire egyezik az én elképzeléseimmel és a véleményemmel, és természetesen, hogy mindenhol, ahol segíteni lehet, a módom is van rá, mert mondjuk éppen van időm, és úgy érzem, hogy ez a segítség értelmes lesz. Azt mindig nagyon szívesen, tehát, és vannak olyan dolgok, amiket politikában szívesen nem veszek részt. A politika per pillanat Magyarországon legalábbis oly mértékig hiteltelen és lejáratta magát, hogy nagyon nehéz olyan politikai és teljesen politikai dolgot találni, ami mellé az ember szívesen odaadja nevét, tehát ezt nem teszem, de mindenféle olyan humanista kezdeményezés, amelyiket fontosnak gondolok, amelyik érinti azokat az eszenciális emberi értékeket, amelyekhez én is ragaszkodom, úgy, mint az egyenlőség, az emberi méltóság, a személyiségi jog, és egy csomó olyasmi, amiről a világ hajlamos nagyon különbözőképpen nyilatkozni, esetleg ítélkezni. Azokat az értékeket, amelyek a dalaimban is tetten érthetők, és eléggé konkrétan tetten érhetők, azokat én nagyon komolyan és nagyon szívesen támogatom, amikor erre alkalmam adódik. Tehát, mit tudom én, aláírom a petíciót, vagy kiállok a színpadra, eléneklek egy dalt. Én ezt tudom hozzátenni, többet nem tudok hozzátenni sajnos. Aktívan koncertezel még mindig? Persze. Igen. Most talán 3 héttel ezelőtt fejeztük be az utolsó turné, tehát március 14-én volt ez a bizonyos nagy aréna koncert, amiről beszélgetés elején szó volt, akkor utána még volt 1-2 előadás itt Magyarországon is volt, Berlinben is egy előadásom, van egy elég hosszú németországi múltam, és ma már ugyan nem dolgozom túl sokat Németországban, de azért egyrészt elő-elő fordulok, másrészt ott is van egy ilyen nagyon hűséges közönség, de akiket én meglátogatok. Hogy ennek abszolút volt létjogosultsága, tehát több ajánlatot kaptál te külföldről, és te döntötted el, hogy nem szeretnéd. Mi volt ennek az oka? Tulajdonképpen, amit visszautasítottam, fájt ez nekem, mert én alapból franciás vagyok, tehát ilyen francia kultúrán nőttem fel egy kicsit, franciás az ízlésem, nagyon sok mindenben nagyra becsülöm, nagyra tartom a franciákat. De egy olyan szerződést tettek elém, még az antivilágban, ami azzal kezdődött, hogy akkor most Párizsban kell élnem, mit tudom én, 3 évig minimum. Na most én úgy gondoltam, hogy én az itthoni közönségemet nem hagyom itt. Hanem a németeknél pedig megoldható volt az, hogy jöttem, mentem, végül is Berlin nagyjából 1-1,5 óra Budapestről, az akkor is az volt, tehát a repülőgépek nem lettek gyorsabbak. Hát egy olyan 1 óra 30 perc körülbelül nagyon könnyen megoldható volt, tehát ott gyakrabban előfordultam. És a németül szólalnak meg a dalait? Igen. Igen, az egy érdekes dolog volt. Ez egy érdekes dolog volt, amikor olyan igazándiból a tehetséges emberek megpróbálták a Brody szövegeket, egyszerűen nem értik, nem lehet lefordítani. Annyira a magyar mentalitásban, a magyar múltban és a magyar gondolkozásmódban gyökerezik az egész,
hogy egészen sem, most mi, és akkor miért, és akkor... Hát a Kárpátiek lányát számtalan országban próbálták lefordítani, és miközben az újkori magyar történelemnek talán az az egyetlen olyan mozzanata, amit legalábbis Európában, de szerte a világon a legjobban ismernek. És egész egyszerűen nem értették, hogy akkor most mi van ezzel a Kárpátiek lányával. Már azt nem értették, hogy miért, hogy Kárpátiek lánya. Már azt nem értették, hogy Kárpát-medence, ugye? Hát ettől Kárpátiek lánya, nem mástól, meg hogy a Kárpátok. Szóval nagyon nehéz dolog ilyen... Hát lehet, hogy ez egy nagy szó ide, és manapság nem is hangzik túlságosan szimpatikusnak, de ezek ilyen részben hazafias dalok. Tehát a Brody szövegei, és számtalan, ebben benne van a Hai Rózsa Volnék is, vagy a Hely Tulipán is, tehát a kötődést a hazához nagyon pontosan, de csak a magyar lélek számára érthetően fejezik, és egyébként sehol a világon nincs, tehát nem értik. Város mélyén, hol sötét a fény, egy szőke lányt neveltek az 50-es évek. A Kárpáti jéglánya félig volt csak árva, az apja eltűnt, s a család hiába várta. József város mélyén, hol a házak összebújtak, ki tudta 56-ban, mit hoz a holnap? Kárpáti jéglánya, a randevúra várva, egész nap egy dal dúdolt magába. József város mélyén, hol a házak összebújtak, a viharban egy lány szívlángra gyulladt. A sarki cukrászdába, s a fiú befizette egy Stefániára.
cukrásztába, és befizet 33 Stefániára. Miután soha nem azért énekeltem, hogy szépen fel legyek öltözve, szépen legyek fotózva, jó ruha legyen rajtam, jó léjek, nagyon sokan csodáljanak, rengeteg pénzt keressek. Nem ezért énekeltem, másért énekeltem. És ez a csillogás, ami kint ezt az egész műfajt már akkor is körülvette, és hát azóta csak fokozódott. Hát ha megnézed, a lányok ma már szinte csak félmeztelenül énekelnek. Tehát ez engem nem érdekel. Végezetül, de nem utolsó sorban, meg lehet-e azt a titkot tudni, hogy azt már elmondtad, hogy a dalokat miért tudod újra és újra ismételve énekelni teljesen máshogyan, de mitől van az, hogy az a fajta kisugárzás, ami a televízióban is átjön, de az a szellemi és fizikai fittség, ez miből ered? Mi a te titkod? Hát nézd, nem tudok, ennek nagyon, nagyon sokféle faktora lehet. Ugye egyrészt genetika, ott van az anyukám, 90 éves, nagyon klassz csaj, tényleg. Fogja magát, elmegy egyedül sétálni ide-oda, minden napra vannak programjai, koncertre jár. Tehát egy ilyen nagyon, nagyon pezsgő életet folytat. Tehát, hogy mondjam, a gének talán nem feltétlenül rosszak egyrészt, amiket örököltem. Másrészt pedig valahogy nem csappan bennem a világ iránti érdeklődés, és miután az egyetlen eszközöm arra, hogy ezt az érdeklődésemet egyrészt saját magamban is ébren tartsam, másrészt pedig valamilyen módon ki is fejezzem, arra semmi egyéb nem áll rendelkezésemre, mint ez a lehetőség, hogy tudok énekelni, hogy tudok emberekre hatni, ha kimegyek a színpadra, hogy el tudom mondani a véleményemet, sőt, el is akarom mondani a véleményemet a világról, mindarról, ami körülöttünk van. Ez nagyon... azt gondolom, hogy ez frissen tartja az embert. Egyáltalán ez az egész szakma olyan, hogy tele vagyunk fiatalokkal, tehát nincsenek, hogy is mondjam, generációs határok, nem is voltak soha. Az úgy volt annak idején, hogy a zenekarok, tehát az Illés, meg a Metro, a fiúk mindig egy kicsit öregebbek voltak, mint én. Aztán a zenekarok elkezdtek fiatalodni szépen lassan, akkor én voltam köztük a bölcs felnőtt, és maradtam is, és miután ezek ilyen nagyon élő, mindennapos kontaktusok egyrészt a fiatalokkal, másrészt meg a közönség soraiban is látom azt, hogy hát most a sportcsarnokban is, hát ha nem is a fele, de majdnem a fele annak a 12 ezer embernek, az biztos, hogy hát jóval fiatalabb volt, mint én. Tudod, tehát, meg hát, hogy ez egy hallatlanul izgalmas világ. Nagyon sok rosszal, de nagyon sok jóval, nagyon sok izgalmas dologgal, amit érdemes figyelemmel követni. Tudod, a különböző felszínek kerülő feszültségeket, vitákat, veszekedéseket, kibéküléseket, filmeket, festményeket, színházi darabokat, ezek mind halatlanul izgatnak, tudod? És ez óhatatlanul is, de én ezt tudatosan is tudom csinálni, tehát hallom, ha valamiről azt hallom, hogy nagyon jó, akkor addig pedálozok, amíg eljutok és megnézem, vagy meghallgatom, vagy nem tudom én. És ezek abszolút alkalmasak arra, hogy az embert frissen tartsák, és csak ajánlhatom mindenkinek. A Tündérország, az utolsó lemezett címadó dala is sok minden mélységet mutat meg. A te Tündérországod, az hol van?
Hát nézd, itt élek, azt gondolom, hogy itt próbálkozok megteremteni ezt a tündéröt. Nem nagyon sikerül, de nagyon igyekszem. De hát az a helyzet, hogy Tündérország egyelőre háborúban áll saját magával, és békét nem talál, ahogy ezt Boródi János megfogalmazta, de hogy mondjam, nem véletlenül mondják azt nálam sokkal okosabb emberek, hogy a remény hal meg utoljára. Tehát én a magam részéről bízom abban, hogy talán még előfordulhat egy olyan békeidő, amikor ezek a felhorgadó indulatok és a rossz kedvek egy kicsit lenyugszanak, és némi derűre és megértésre, egymás iránti megértésre váltanak. De nagyon sokan ebben nem bíznak. Tehát úgy megyek az utcán és nézem az emberek arcát, akkor ezt pontosan látom, de én ilyen főfoglalkozású bizakodó vagyok. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szívesen.